Nem lehet elég korán kezdeni a diákok és a szülők tájékoztatását a pályaválasztással kapcsolatban. Ma délután a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8-osok szüleinek tartott értekezletet és tanácsadó előadást. Alig kezdődött el a tanév, hamarosan mégis komoly döntést kell hozniuk a 8. évfolyamos diákoknak. Az őszi fél év jegyei pedig sokat jelentenek a továbbtanulásnál. Körülbelül egy éve már tudom, hogy mi szeretnék lenni, és igazából maximálisan én döntöttem el. Anyukám úgy nem szólt bele, meg a szüleim se, mert hát rám bízzák ezt a döntést, mert végül is az én jövőmről van szó, és maximálisan támogatnak ebben a döntésemben. Igazából mechatronikus mérnök szeretnék lenni, és úgy nagyon szeretem a járműveket, gépeket szerelni. Igazából nagyon érdekel működésük. Maja és Ádám olyan 8-osok, akik már tudják, mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Igaz, ez nem könnyű döntés egy 14 éves gyerek számára. A gyerekek még 13-14 éves korukban nagyon keveset tudnak a pályaválasztásról, illetve keveset tudnak arról, hogy milyen szakma, illetve milyen életpálya modell lenne számukra megfelelő, és próbálunk ezen segíteni osztályfőnöki órákon, az önismeretet tanítani nekik, megpróbáljuk feltérképezni az erősségeiket, gyengeségeiket. Azt, hogy mivel szeretnének foglalkozni, még csak a diákok fele döntötte el, azt, hogy hogyan akarják elérni, pedig még kevesebben. Mindenképpen szakgimnáziumba szeretnénk menni, hogy legyen egy szakmám is és egy érettségim. Szakmában is már elég jól tudom, hogy mit szeretnék. Kozmetikusnak szeretnék menni. A fiúk között elsősorban az autószereléssel és gépgyártással, a lányoknál az idegenforgalommal kapcsolatos szakmák népszerűek, és fontosnak tartják az idegen nyelvet, mondta Berkes Edin, a 8-os osztályfőnök. A gyerekek mellett a szülőknek is el kell a segítség, hiszen sokaknak első gyereke készül a továbbtanulásra. Itt szakember segíti ezt a döntési folyamatot számukra, elmondja, hogy milyen iskolatípusokba jelentkezhetnek a gyerekek, tájékoztatást kapnak arról, hogy milyen a jelentkezési eljárás, mi az eljárás menete, milyen lehetőségei vannak például egy olyan szülőnek, akinek SN is vagy BTMN-es gyermeke van. Éppen ezért szervezett ma délután a második Rákóczi Ferenc Általános Iskola a Bács-Kiskun megyei pedagógiai szakszolgálattal közösen egy tanévelei szülői értekezletet a 8-os diákok szüleinek. Az értekezleten a pedagógiai szakszolgálat egy munkatársa tartott pályaválasztási és továbbtanulási előadást. Ezeken a foglalkozásokon, nyílt napokon kívül mi folyamatosan elvisszük őket üzemlátogatásra, nagyon sok helyre járnak a gyerekeink, hogy lássák, hogy milyen a munkavilága, és ismerkedjenek vele, és nyilván azért, hogy megfelelő döntést hozzanak.